Buongiorno! Én Krisztián vagyok, és ebben a videóban jön a heti kaja tutorial videó, ami nem más, mint a lazánnyá. Ugye srácok, ismételten egy elég egyszerű kaját választottam, már elég hosszú ideig tart a főzése, mivel egyszer kell főznünk egy óráig, illetve utána még fél óráig, tehát eléggé hosszú ideig tart. Na de nézzük is most, hol tartunk jelenleg. Ugye egy óráig kell főznünk az elején a daráthúst, ezt mindjárt meg is mutatom, hogy hogy néz ki jelenleg. Ugye itt látható az edénybe. Hát remélem, hogy látjátok, illetve bízok benne, hogy nem fog bepázsásodni a kamera. Ugye én ezt már levettem tartalékra, mivel egy óráig én már itt főzőcskéztem vele. Ez szerintem így már amúgy el is készült. Ugye most jöhetne a többi hozzávaló, illetve jön egy vágás, mivel áthelyezzük a kamerát is. Elnézést kérek srácok, a kamera nézetér, igazániból az állvány nem a legjobb helyen van, ezt az egészet úgy tudnám a legjobban megoldani, hogyha most összecsuknám, majd egy perc múlva szétnyitnám, de ezzel most nem fogunk játszani. Na ugye itt láthatjátok a dobozt velünk szembe, de mielőtt még rá is térnénk, hogy mi van a dobozban, előtte elmondanám, hogy mit is csináltunk eddig. Ugye összevágtam reggel egy fej hagymát, egy kevés olajra rátettem, és ilyen üvegesen megfőztük, megpároltuk, nem is tudom, hogy minek nevezzem. Utána három kemés kanál piros paprikát hozzáadtunk, beletettük azt a, mennyi lehetett egy olyan 70 deka daráthús, illetve hozzáöntöttünk egy pohár vizet, majd a későbbiekben ugye só, delikát, hát egy olyan, nem is tudom, egy evőkanál delikát mehet hozzá, illetve a sóból, hát érzitek, hogy mennyi kell hozzá, ugye megkóstoljátok a szaftját. Mert most így belegondolom, a mekkora trollság lenne, hogyha valaki az én videóm után megcsinálná a kaját, és ez nagyon lisztelen, srácok, tegyetek hozzá 6 merőkanál sót! Na jó, ez amúgy szemétség lenne. Na ugye, srácok, a doboz tartalmazza a mátás alapot, ami így néz ki. Hát igazániból nem tudom, hogy mi van benne, gondolom sima por, illetve tartalmazza a tésztát, ami ilyen lapokból álló tészta, és ezeket kell majd szépen egymás mellé lehelyeznünk. Na ugye, mivel a hús már megfőztem, az több mint hát egy olyan bő egy óráig főztem a húst, igen. Ugye a következő lépésként kell nekünk egy ilyen műanyag kis flakon, amiben bele tudjuk tenni a port, illetve 4 deciliter tejet kell beletennünk, és a későbbiekben még egy olyan 3 deciliter vizet, 2,5 deciliter is szerintem elég lesz, de szerintem rajta is van valahol a doboz oldalán, nem tudom igazándiból. És ugye beleöntjük a húsba, és forrás után még egy olyan 5 percig egybe kell az egészet főznünk, és majd áthelyezni egy nagyobb tálba már a tésztákkal együtt. Na de most ne is fussunk ennyire előre, megfogjuk szépen ezt a kis tálat, ezen a doboz nekünk nem kell, illetve ez se kell. Dobozt ide lerakjuk szépen, dizájnosan, hova? Aha, oda, oké. Kinyitjuk ezt a poros zacskót, hát bízok benne, hogy nem annyira sok van benne, hogy lehetőleg nem sem ki az egészet. Aha, fantasztikus. Hát így néz ki a por. Hát olyan sokat nem láttuk belőle, bár én se. Ugye ezt beleöntjük. Fantasztikus. Benne van a por. Bazzeg, lehet, hogy nem így kellett volna önteni. Lehet, hogy elsőnek a tej kellett volna, nem baj, megnézzük, hogy meddig van. Ugye itt van benne a por. Így néz ki. És ehhez kell 4 deciliter tejet hozzáöntenünk. Hát, nagyjából. Itt van-e? És akkor most szépen hozzá is öntöm a 4 deciliter tejet. Hát Krisztián, ezt nagyon elcseszted, hogy a port öntötted először. Nem baj, megoldjuk. Megoldja Krisztiánka. Nem olyan béna gyerek. Mondjuk úgy, aha. Az körülbelül úgy baráti is. Hát a porttól mondjuk azt, hogy simán rászámíthatunk még valamennyit. Tehát szerintem ez meg is van oldva. Ugye itt van benne a tej, szépen rátesszük a tetejét. Ez mi ez a tetején ez a cucc? Ez nekem nem kell. Ezt itt szépen rácsavarjuk, és hamar össze is rázzuk ezt az egész rendszert, majd beleöntjük a húsra, és utána még a 2,5 deciliter vizet is hozzárakjuk. Ugye itt van-e? Össze is ráztuk. Fantasztikus. És akkor ezt már önthetjük is a húsra. Kell nekünk még valami? Szerintem nem, tehát a kamera már mehet is vissza a régi helyére. Na ugye láthatjátok srácok, hogy itt földögél a hús, ugye hozzáöntjük az alapanyagot, szépen óvatosan, lehetőleg menjen mindenhova, illetve ilyenkor még legyen azért takarékon, hogy nehogy kifusson ez az egész,
Most akkor még hamar hozzá kéne öntenünk a vizet, bár ezt egy picit azért elkevergetem. Aha, aha, jók vagyunk, nagyon szép, és már hozom is a vizet. Egy nagyon minimálisan ráközelítettem ugye a tára, hogy láthatjátok, hozzáöntjük a vizet, és eléggé teli lett az edény, ahogy láthatjátok. Na most ugye figyelnünk kell, hogy nehogy kifusson, és szépen kevergethetjük közbe. Egy picit azért tehetünk rá, hogy ne ilyen lassan égjen, mondjuk így, de lehetőleg ilyenkor kevergessük, nehogy kifusson. Jó, ez eddig szép. És most elméletileg forrás után egy olyan 5 percig kell még így főznünk, majd utána mehet át a másik edénybe. Most szerintem addig jön is egy újabb vágás. Na, ahogy láthatjátok, bepróbáltam mindent ide zsúfolni a kamera elé. Ugye itt van a tál, amiben majd fogjuk tenni az alsó rétegnek a húst. Utána jön egy tészta, hús, tészta, hús, tészta, hús. És a tetejére mehet a saj. Ugye ezt háromszor kell eljátszanunk, hogy 3 réteg tészta legyen. Ugye itt vannak ezek a lapokból álló tészták, ezeket itt szépen egymásra pakolgatjuk majd, illetve a húst közé. Ahogy látom, a sütőt elindítottam, ugye 180 fokra tettem, most szépen addig, ameddig mi ezt elkészítjük, előmelegedik, és utána egy olyan fél órát kell még vele várnunk, de ugye ezt úgyis el fogom még mondani, na hát akkor srácok, álljunk is neki. Bár én ezt eléggé sok húsnak érzem így, nem tudom, szerintem ez túl sok húst. Na, fogunk egy szép merőkanál húst, és elhelyezzük, hogy legyen mindenhol. Hát, Krisztiánka, lehet, hogy egy picivel közelebb kéne tenned. Fantasztikus, bár nem is tűnik ez olyan hú, de soknak. Lehet, hogy nem, mennyi hús kéne alulra tennem? Hát bízok benne, hogy jól csinálom. Ez marha gusztustalan. Oké. Szerintem így alsó rétegre ez a hús fantasztikus. Szerintem még tegyünk egy kis húst, ahol kevesebb van. Mert ahogy látom, lébő eléggé sokat tettem, és akkor erre mehet elméletileg a tészta, ugye ezt hamar ki is mondjuk. Oké? És akkor, hát, ilyen sima alapokból áll, fú, de szar a fogása. Olyan tök hülye anyagja van. Na és akkor ezt el is kezdjük ide szépen lepakolni így egymás mellé, fölé. Oké? Eddig jók vagyunk. Ide bemehet még egy? Vagy az baj, hogyha egymáson van? Hát amúgy az nem túlságosan jó, hogyha egymásra ér a tészta, nem akarok annyi tésztát magamban nyomatni. Oda meg akár egy felet kéne csak betennünk, ezt el tudom vágni, vagy el tudom törni? Hát ez nem, ez Krisztiánka nem. Hát ha ezt nagyon látja, szerintem rosszul lesz. Végül is nem lett ez olyan rossz, alig tört szét. Aha, és akkor elméletileg így néz ki egy alap. És akkor erre mehet a következő húsréteg. Hú, baszki, még ezt jó, hogy nem látjátok, mert itt olyan disznóval van itt oldalt a kamera alatt, hogy eszméletlen. Na de se baj, akkor mehet rá a következő hús, és ugye akkor ezt még el kell játszanunk ugyanígy kétszer. Lehet, hogy több tésztát kell rátennem, hogy nehogy szétessen az egész majd. Megy a kamera? Megy a kamera, jól van. Ügyes vagy, Krisztiánka. Még az szép lett volna, hogyha most a kamera nem ment volna. Hát ebből nem biztos, hogy lesz 3 réteg tészta. Lehet, hogy túlságosan sokat tettem rá. Mondjuk ide oldalra még tehetné amúgy. Nem azért az 1-20. Oké, akkor mehet rá a következő réteg. Igazán valahogy nem tudom, hogy ő hogyan szokta elhelyezni ezt az egészet. Már szerintem ez így is jó, hogy mi csináljuk. Marha jók vagyunk! Oké, és az egyik, ahogy már látható, ki is ürült. Nem tudom, hogy tegyem. Mindegy, teszem így. Abó baj nem lehet. Hát bízok benne, hogy lesz elég tészta. Ja, hát ráteszem a másikat attól, hogy most ott kicsit vastagabb lesz a tészta, nem fogunk belehalni, ugye. Elméletileg 5 alap szerintem egyre elég. Bár az nem biztos, hogy ez így jó, hogy ezeket így teszem, ezt meg így, hogy lehet, hogy édes mindegy. Ugye eddig 2 réteg tészta van rajta, és fogy a hús. És nagyon, de brutálisan fogy a hús. Lehet, hogy rosszul csináltam az elosztást? Ez majd idővel kiderül, Krisztiánka. Márpedig nagyon úgy néz ki, hogy eléggé rosszul csináltam az elosztást. Szerintem alulra nem kellett volna annyi hús betennem. Na mindegy, most már nem tudunk rajta variálni. Aha. Hát ebből nagyon úgy néz ki, hogy ebből nem lesz még egy réteg tészta. Ja. Uh-huh. El
Elsőre csinálom, mielőtt még bárki belém kötne, hogy loser. Mindegy, ez most két réteg tészta? Ez elméletileg ugye két réteg tészta. Szerintem két réteg tészta is bőven elég lesz. Ja, vagy ja, alulra szerintem túl sokat tettem. Túl sok húst. Aha. Igazándiból nem számít. Elméletileg, ha jól figyeltem édesanyámra, úgy mondta, hogy alulra mehet a merőkanál szaftos hús, arra egy tészta, szaft, és végül a tetejére a sajtot. Ugye, tehát akkor nem a tésztára reszeljük rá a sajtot, hanem magára a hússa. Tehát elméletileg, srácok, ez így ennyi lett volna, és akkor erre mehetne majd a sajt ráreszelve. Igazániból bízok benne, hogy van itthon sajt, mert fogalmam sincs, hogy van-e itthon. Hát, figyeljetek ide, szerintem ez nem lett olyan rossz. Bárhogy ennyi tésztát kihagytam, egy rétegnyi tésztát, nem tudom, hogy ebből mit fogok kihozni. Hát valószínű, hogy el már nem tudom rontani, mivel már nehezén azért túl vagyunk. Mivel a hülye is be tudja tenni a sütőbe. Millalat és sögök, megnézem, hogy van-e itthon sajt? Sajt. Van ám. Oké. Ugye, ahogy láthatjátok, egy jó nagy darab sajtunk van itthon. Ezt hamar le is darálom, hogy ne kelljen annyit tökölni. Hogyha megtalálom a darálót, nem találom meg? De, ott van. Minden srácok, ez egy főzős videó. Ugye ebben főzök ebbe a videóba. Nem szeretnék olyan kommenteket látni, hogy mikor lesz rászt, mert az összes videó alá bekommentelitek. Az összes videó alá bekommentelitek, hogy Krisztiánka, igen, mikor lesz rászt? Lesz rászt. Nyugalom. És tudja, hogy lesznek olyanok, akik később nézik meg ezt a videót, és már a videó előtt bekommentelik. Rászt? Ez rászt, Krisztián, vagy ez főzős műsor? Ez, kérlek szépen, ez főzős műsor. Na ugye, ebbe a darálóba szépen bele is vágjuk a sajtot, és majd a tetejére rádobjuk szépen. Kéne nekünk valamilyen kés. Nem jó. Hanem ezt a kés kéne. Oké, fantasztikus. Hú, mennyi mosogatni való van, te jó ég. Ki akarna mosogatni? Egy ingyen játékért. Na, az úgy nem is lenne amúgy rossz üzlet. Oké? Ezeket itt szépen belerakom, és nekiálljuk majd mindjárt ledarálni az egészet. Bár ez elég apróra összevágja a sajtot, nem biztos, hogy olyan hú de apró jó lenne erre a kajára, bár szerintem édes mindegy igazándiból. Oké? Ennyi bőven elég, megpakoltuk, és akkor már hamar le is daráljuk ezt az egészet. És most nem fogjátok hallani a hangomat. Halló! Azt az egyet miért nem daráltad be? Hát nem hiszem el. Ez még a reklámban a követ is ledarálja, de azt az egyet meg nem. Pedig az nem is nagy. Ne szívassál már. Daráld már le. Daráld le, adad, nagyon szép. És megvan. Oké? Jó, hát amúgy ez nagyon apró lett. Nem baj, majd a végén még reszelünk rá ilyen nagyobb sajtot. Most ez így még jó. És szépen rászórjuk az egészet. Elméletileg sajtot ilyenkor kell. Mindegy olasz. Italiano. Bár lehet, hogy a másik irányba kéne, hogy lássátok, ahogy szórom a sajtot. Aha. Erre jobb lett volna a reszelt sajt. Tudja, hogy jobb lett volna rá. Így olyan hülyén néz ki. Az igen. Ilyen kevés jutott rá. Hát akkor jöhet még egy adag. Majd elhessen bele kéne tennem a kést, hogy eldarálja. Jó, nem baj végül is, nem baj. Hát a végére majd reszelek rá nagyobb szemű sajtokat. Oké? Ja, annyira amúgy nem is kellett volna amúgy összedarálnom, de se baj, így utólag már jó lesz ez így is. Oké? Megpróbálok mindenhol szórni. Elég kevés, baszki. Ja, még egy kicsit reszelünk hozzá, illetve darálunk hozzá. Oké. Remek!
srácok! Ahogy láthatjátok, el is készült így nagyjából az egész. Teli van sajttal, ugye teli van hússal. És ahogy látom, még a sütő nem melegedett elő, nem baj, még egy kis idő kell a sütőnek. Hazza meg vagyunk, már bele is tehetjük a kaját. És onnantól számítva még fél óra az egész. Akarjátok, leírom, hogy hogyan készítettem, hogy még könnyebb legyen. Bár akár el is mondhatom, ugye az elején összevágtam egy fejhagymát, rátettem egy kis olajra, azt üvegesre megfőztem, megpirítottam, nem tudom, három kávéskanál piros paprikát beletettem, majd a húst, arra öntöttem egy pohár vizet, ugye ezt egy óráig főztem, közben tettem bele delikátot, tettem bele sót, majd utólag, ugye ami volt a dobozban az a por, ahhoz öntöttem 4 deciliter tejet, 2,5 deciliter vizet, azt forrás után még 5 percig kellett főznünk, egybe ment az egész, hát egy olyan mennyi ideig, egy óra 10 percig tudja, hogy főztük az egészet. Ugye, ahogy láthatjátok, így szépen rétegesen összeraktuk az egészet, majd ezt most még betesszük a sütőbe egy olyan, hát bő fél órára, 180 fokon, és már utána kész is lesz a lazánja. Most viszont jön egy vágás. Na, ahogy láthatjátok, el is készült a lazánja, egyszerűen nagyon jó illata van, és nagyon jól néz ki. Szerintem egészen fasza lett, nézzétek meg közelebbről is. Egy picivel ráközelítünk. De jól lett a sajt is rajta! Na most egy picit várunk vele, hogy elhűljön, illetve egy picit összeálljon, és utána vágok ki belőle egy szeletet, és meg is nézhetitek, hogy néz ki oldalról. Ahogy láthatjátok, srácok, már el is készült, kivágtam belőle egy szeletet, és ahogy láthatjátok, egészen jó lett. Ugye hús, tészta, sajt, a színe is egész jó, illetve az állaga is. Na srácok, ez a videó ennyi lett volna. Ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, írjatok kommenteket. Aki elkészíti, annak bon appetito. Arrivederci!